Na, akkor kicsikét rendezgetem itt a dolgaimat. Azon gondolkodtam, hogy ezt mi az Istennek vettem magamhoz, azt nem tudom. Fogalmam sincs, soha túl nem ezt a puskát akartam, hanem a haverját. Hol vagy te, haverja? Gyerünk. Ja, kicsikét jobb lenne egyébként, hogyha rendezettebben intézném a dolgaimat, de hát ez van eszköz szeretni, oké, tehát akkor van nálam egy puska, Windcrest is megvan, jó. Akkor mehetünk is innen kifelé, ez nagyon jó móka lesz. Gyerünk. Közben majd még egy apróságot fogok csinálni, de első körben fogom magam, és igen, természetesen átmegyek még egyszer. Háromszor lehet összességében átmenni az ajtón, mielőtt szétesne a kilincs, szóval nyugodtan toljátok neki az ajtón átmenést, jó? Na és most már ugye egy kulcsal kevesebb van, ez sokkal kellemesebb így. Most jön a ma híres varjas szoba, ugye? Nem is tudom, hogy hülye vagyok, szóval első körben ugye ezt a sárgát kell megpiszkálni. A lényeg az, hogy a két oldalról világító lámpákat kell addig piszkálni, amíg a nekünk megfelelő színek lesznek. Ami pedig úgy néz ki, hogy ez a következő. Igen. Egy zöld. Egy darab lila. És egy piros, ugye itt a túloldalon. Szóval, ez az a három szín, ami itt van ugye a képen, szóval gyakorlatilag erre kell rá zizzenni. Meg is van, megnyomjuk a gombot alatta, köszönöm szépen, ki is nyílt. S.D. Perry egyébként zseniális Resident Evil regényeket írt, annak ellenére, hogy minimális infót kapott arra, hogy a történet az pontosan hogy a francba fog kinézni, és mégis valahogy sikerült neki ezt, gyorsan kinyitom még most. Ládának titka van igazából csak annyi, hogy két darab szív fél van rajta, mind a kettőt meg kell nyomni, hogy kinyíljon, jó? Nem nyomom meg, hanem a haverját. Igen. Jó, tehát mind a kettőt meg kell nyomni, és onnantól kezdve megvan nekünk a negyedik maszkunk is, tökéletes. Na most úgyis fogok majd arrafele menni, szóval most miért ne? Tehát fogok felszedni shotgun lőszert, úgyhogy akkor szerintem megcsinálom most ezt a részét. Itt is vagyok, kérem szépen. És ugye hagytam én ott egy szobrot lezúzva. Nem tudom, hogy... Krisznél szerintem később jöttem ide vissza, de mindegy. Most jövök, amíg még nincsen tele egyéb dolgok fel ez az egész, jó? Tehát most ugye itt szépen lefele. Erre egyébként annyit, hogy ez a lépcső lecsúszás, ez nagyon-nagyon tök egyszerű dolog. Annyi a lényege neki, hogy nyomkodjátok a futásgombot, miközben a D-paddal közlekedtek, jó? És akkor kicsit gyorsabban megy. Nagyjából egy ilyen másfélszer gyorsabban. Ha valaki esetleg PC-n játsza, és jövök, ott van az a szar, na mindegy. Valaki esetleg PC-n játsza, és mondjuk magasabb FPS-sel, én hallok valamit, vagy fönt van? Magamat hallottam, jó. Tehát, hogyha valaki esetleg magasabb FPS számmal játsza, annak rohadt nagy mázlia van, ugyanis olyankor még gyorsabban lehet közlekedni vele, jó? Remélem, hogy itt nincsen még Crimson Head, majd kiderül, de... Nem, igazából nem öltem meg, szóval nem is lehet. Itt pedig a zombinak a háta mögött kell elmenni, jó? Tehát gyakorlatilag most nekünk a bal falra tapadva. Nem is foglalkozik velünk, ott is van a haverja neki. Híres tigrises, ugye? Tigrises megoldás, ami volt ugye az eredetiben is. Annyi a különbség, hogy itt kicsikét több dolgot, vagy más dolgokat lehet használni. Na most először is, hogyha beletövöm ezt a követ, itt kapok shotgun lőszert, ez egy nagyon hasznos dolog. Ez minden szinten benne van egyébként, jó? Tehát a Real Survivorben is, ami egyébként, ha valaki nem tudná, lehet unlockolni különböző game módokat. Tehát, hogyha egyszer végigviszitek normálon, akkor utána a hard fokozat elérhető. Annyi, ami engem rohadtul idegesít, hogy a bónusz tárgyak akkor bent vannak az inventoritokban. Bár, hogyha már valaki eljutott odaig, akkor valószínűleg nem sok életöltőt fog felszedni menet közben, szóval el lesz vele, mint a befő. Viszont, ami poén, hogy ott is van. Ami viszont poén, hogy megnyílik a Real Survivor, ami pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy hard mód azzal a bazi nagy különbséggel, hogy a ládák azok nincsenek összekötve egymással. Ami azt jelenti, hogy ha valamit leraktok valahol, pontosan ugyanoda kell visszamenni érte.
Igen, tehát kicsit olyan, mint ugye a Resident Evil Zero, ott ugye bárhol hagyhatatok cuccokat, de ott maradt, jó? Tehát ez egy nagyon-nagyon genyó húzás volt részükről, de nem baj, túléltük. Viszont, amúgy mindenben megegyezik a hard móddal. Ennyi igazából a különbség. A másik dolog, hogyha a hard mód, ugyanis, hogyha a hard módot végig toljátok, akkor pedig megnyílik az Invisible Enemy, vagy magyarul a láthatatlan ellenfél mód. Ami pedig ugye arra épít, hogy tényleg senkit nem láttok, maximum a tükörképet, hogyha éppen van tükörképe valamelyiknek, nem mindegyiknek van, ugye, csak bizonyos helyeken. Ja, azt még nem próbáltam, viszont szándékomban áll. Alapvetően annyi a lényeg, hogy ismerjétek ugye az ellenfeleket. Ja, illetve bocsánat, még egy nagyon fontos dolog, hogy Real Survivor-ben, de nem ez, bocsánat, Real Survivor-ben biztos, hogy nincsen automatikus célzás. A hardra nem emlékszem. Úgy, akkor ő pedig a... Nem. Annyira hasonlítanak egymásra, nekem meg szemüveg kéne, szóval, ja. Igazából nincsen semmi büntetés, hogyha elszúrjátok, tehát ez nem olyan, mint a régi ilyen tapozgatós könyvekben, hogy egy valamit félre néztek és elcsesztétek. Nem. Itt milliószor lehet próbálkozni. Ott a nózis csávó. Mondom, ott a nózis csávó. Csak a negyediket is berakjuk a helyére. És találkozunk a játék második Crimson hegyével. Ugye volt egy, aki csak elfutott mellettünk és békén hagytuk, nem is fogunk arra menni egyébként. De ez egy teljesen jó dolog. Most az a helyzet, hogy a lore szerint egyébként a Crimson hedek közül ez volt az első, akivel találkoztak, és rájöttek, hogy ez rohadtul nem jó poén, úgyhogy nem kísérleteztek vele tovább. Jó, tehát ennyi kb. A mi sztori. Méghozzá azért, mert rohadt erős. Rohadt erős. Jön is a csávó. Remélem ezt megúszom. Azaz, ez a durvábbik. Bazd meg! Na. Igazából ezzel a puska... Hogy állok? Kósan nem baj. Igazából ez lehet a tanászebb is, na mindegy. Tehát arra szerettem volna kiukadni ugye az összes végigjátszásomon, ha csak éppen nem flexeltem nagyot, hogy ezek a játékok, ezek kényelmesen, bármilyen nehéznek tűnnek, és elsőre nagyon durvának tűnnek, ezeket meg lehet csinálni teljes mértékben kényelmesen. Úgyhogy egyébként közben bénáztak is, jó? Tehát én is volt, hogy benéztem már akár útvonalat, akár mást. Volt olyan, hogy elcsesztem és három Crimson Head volt a nyakamon. Nagyon-nagyon nem élveztem, de hát ez van. Ezt kell szeretni. Szóval, ja, ezek a játékok bőven megcsinálhatóak egyébként. Főleg, hogyha követitek legalább nagyjából azokat, amiket mutatok, hogy mit hol lehet föllelni, mi a legjobb útvonal. Igyekszem mindig úgy csinálni, hogy a lehető legkevesebbszer kelljen végigmenni azokon a helyeken, amik nagyon gázok, jó? Tehát ezen mindig nagyon igyekszem. Nem. Mert elszúrtam, nem erre kell jönni, bocsánat. Nem kellett volna bejönnöm. Szóval most ugye megyek vissza a hollóházba, és a hollóházzal szemben lévő ajtó, ami engem nagyon-nagyon cicerget. Egy apró dolog, ezt nem tudom, hogy elmondtam-e egyébként, hogy nagyjából egy olyan fele esetben a shotgun, mondjuk nekem ez eddig rohadtul nem jött össze, statisztikailag kb. Fele esetben a sárgán az lerobbantja a fejét a zombiknak, hogyha relatíve közel van, és ugye fölfele célosztok. Na most, amennyiben esetleg egy kést vágtatok beléjük, ugye védekezésképpen, és utána lövitek fejbe, ha szétrobban a fej, akkor vissza lehet szerezni a kést, jó? Tehát erre figyeljetek, ha esetleg ilyesmi esemény történik, ez nem baj, hogyha minél több dolog van nálunk. Alapvetően én is arra megyek, amit eddig nem tudtam kamatoztatni mindenhol, hogy... Tavaszöveg? Erről beszéltem, jó? Tehát alapvetően én is arra megyek, hogy ahol van lehetőségem, ott tényleg a... próbáljam a lehető legkönnyebben megcsinálni a dolgomat. Kutyusok, ijesztő. Na. Krisznél nem hoztam magammal a magnumot. Ugye, első körben. De mit így sem fogom letoljom, jó? Megoldjuk majd máshogyan. Úgyis vannak mindenféle okosságok. Na most még egy kis sárgállőszer. Legyenek ezek egy helyen, én azt mondom. Oké, tehát gyűjtögetünk azért eléggé szépen. Nem.
gyerünk lefele. Azt majd akkor fogom felszedni, ha esetleg szükségem lesz rá, jó? Tehát jelenleg most egyetlen egy zöld növény ez rendbe fog rakni, szóval remélem, hogy ennyi bőven elég lesz belőle. Itt ezek a puzzle-ök pedig igazából nem is mondanám puzzle-nek, tehát két darab kakast kell megpiszkálni, mind a kettőt a képernyő alja felé, ami azt jelenti, hogy az egyik kakas az nyugatra áll, a W, ugye West, a másik az pedig északnak. Amikor a két kakas elnéz a kaputól, akkor kinyílik. Ennyi igazából, jó, tehát semmi nagy hakni. Telefonálunk. Barry? Azt mondja, ne menjünk az erdőbe, ahol vagyunk. Bukta. Kettes számú kak. Bazd meg. Nem jött be. Gyorsul, lassú, jó? Tehát erre figyelni kell. Gyorsan, gyerünk. Azaz. Oké, tökéletes. Tökéletes, tökéletes. Meg is van. Ki is nyílt az ajtó, hallottuk is. Hova megyek? Édesanyám. Na. Szóval... Most a következő résznél lehet finomkodni, lehet kedvesen csinálni. Mutatok egy apróságot, jó? Tehát, hogyha sétáltok, a hollók azok nem bántanak titeket, oké? Okay? Ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Viszont nekem meg van bőven shotgun lőszerem, szóval... Nem akarok lassan menni. Tehát először lelövöm azt a kettőt, ugye rögtön az elején, és utána pedig a fák felé célozva szépen lelövöm a maradék hármat, jó? Tehát amint megjelennek, lőjetek, és akkor mind a hármat leszeditek. Krisznél talán nem sikerült, nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy sikerült. Ezt a puzzle-t meg nem értem, hogy miért kellett beletenni, ez igazából kizárólag időhúzás, jó? Tehát három darab ilyen keresztet össze fogunk szedni menet közben. Ez van. A keresztek azok pedig semmi másra nem szolgálnak, mint hogy beletegyük a mellette lévő sírba, jó? Tehát telibe látszik. Annyi a puzzle része benne, hogy meg kell vizsgálni. Jól megnyomjuk a hátulját. Kijön belőle a pöcök. Azaz, köszönöm szépen. Aztán beletömjük pöcököstől. Ennyi. Nem egy nagy hakni egyébként, jó? Tehát... Nem tudom, hogy ezt miért néztem meg, na mindegy. Szóval... Úgyni. És... Júz. Majd a harmadik. Gyerünk. Igazából miért kapok bizonyos dolgokért most is trófát, azt nem tudom egyébként. Lehet, hogy külön van Chrisnek meg Jillnek. Fogalmam sincs. Fogalmam sincs, de ugye alapvetően ezeket a dolgokat én megcsináltam már máshol. Na mindegy. Meg is van. Shotgun-t ezt igazából most nem is töltöm föl, de inkább most föltöltöm, úgyis tele fog kelleni majd. Gyerünk. Ez a shotgun ez egy nagyon hasznos dolog egyébként. Sejthetitek, hogy hová megyünk, ugye? Csörög-zörög, mint a kötelező lenne a kis gyík. Big fucking szobor. Fak között elsétálás, és... Ja, ez a rövidebbik út, jó? Tehát mehettek körbe is, de igazából ez egy fokkal gyorsabb, itt bukkanunk ki rögtön a háznál. Fölszedni való nincs egy deka se, jó? Egy deka se, semmi az égvilágon, szóval nem is foglalkozunk vele. Egyetlen egy dolog van, amit én itt föl fogok tudni szedni. Gyorsan fölgyerünk, azaz. Van itt igazából írógép, meg van itt láda. Jelenleg engem egy dolog cicerget nagyon-nagyon még hozzá, ez a kurvli, köszönöm szépen. Azért rendben rakom magamat egy darab növényel, talán egy darabot hagytam bent, remélem, hogy nem kombináltam össze mindegyiket, majd mindjárt kiderül. Megnézzük a first aid boxot, ez mindig ilyen meglepi, jó? Tehát ilyen kinder tojás, hogy mi az istenyila van benne. Spray van benne. Oké.
Sprét azt elpakoljuk, jó? Az nem érdekel. Majd egy darab növényt valahonnan szerválok magamnak. Vagy sprét majd kiderül. Szóval igazából, amit én még meg szeretnék tenni gyorsan, mert a következő rész az rohadék, és nem szeretném megszopatni saját magamat, az... Valamit már hallunk, valaki be fog köszönni nekünk. Tehát egyetlen dolgot szeretnék megcsinálni, hogy gyorsan fogom magam, ide jövök, és egy gyorsat mentek. Na, akkor menjünk barátkozni. Ja! Amit a hölgyről tudni kell, mármint bőrpofáról, aki most itt minket rendkívül lecsapott, azon kívül, hogy nem okozott sebzést, igazából csak kiütött minket, ő Lisa Trevor, George Trevor és Trevorné lánya, akin az Umbrella kedves módon nagyon sokat kísérletezett, szóval nyilván ebből neki semmi baja nem lett az égvilágon, egyáltalán nem lett elpusztíthatatlan, véletlenül sincsen teljes mértékben megkattanva és keresi a mamáját, és nem nehéz kikerülni. Azaz. Szóval igazából rá kell ijeszteni egy kicsikét, hogy elkezdjen csapkodni, és azonnal visszamenni, hogy ha ott vagytok a közelébe, akkor csap egy kurva nagyot, nem egy jó poén. Nem egy jó poén, jó? Élettöltöm az van dögivel, de főleg magasabb szinteken ez egyébként simán lever dangerik, hogyha éppen úgy szaladtok bele, szóval nem egy fasz a dolog. Most itt pedig nekem lapulnom kell, majd itt a bal oldalra rendkívül. Erről van szó, szevasz zombáj. Csá. Ő az egyetlen, aki itt van igazából, jó? Tehát később, amikor errefele majd jövünk, mert spoiler, később is fogunk errefele jönni, akkor majd lesz itt még pár a következő részen, de abszolút nem egy bonyolult kikerülni őket, jó? Tehát nem tudom, miért viszket az óram, bocsánat. Valószínűleg nátha. Na ugye ezért szerettem volna kilőni a hollókat, hogyha már úgyis itt vagyok, akkor legalább tudjam tempósan csinálni a saját dolgomat. Na, most pedig, hogy megszereztem a kurblit. Ugye? Megyünk tovább, gyerünk. Szóval tényleg igazából ennyi a mozdulat, hogy közelebb mentek. Amint látjátok, hogy mozdulok, hogy visszafuttok, tehát ez tényleg nagyjából egy ilyen fél-fél másodperc. És egy nagyon picit várni kell. Előfordul, hogy rögtön felé, attól függ, hogy mennyire mentetek közel hozzá. Most a hátam mögé csapott, hogyha vártam egy picit. Van, hogy előre felé üt, az annyira nem fasza. Jó? Most, hogyha ő előre felé üt, az azt jelenti, hogy várnatok kell egy nagyon-nagyon picit, amíg kiesik a lendületből, és utána fogtok tudni csak tovább menni, ugyanis oda-vissza kaszál, jó? Ez egy ilyen kellemetlen tulajdonsága, de ez van. Eszköz szeret. Nem tudunk vele mit csinálni. This is Brad. If you can hear me, just give me a sign. Anything. Jill to Brad, can you hear me? Shit, it's broken. Itt kenyér. Hagyjál békén. Na. Most gyorsan oda-vissza megírtam az egészet, hogy ne kelljen vele foglalkoznom. Hál' Istennek, hogyha egyet kilövök közülük, akkor nagyon figyelnek, de egyébként meg seg hülyék, szóval ez a legjobb része. Jó, tehát egy kicsikét oda-vissza, itt kiírtam a dolgokat, és az nekem fasza lesz, remélhetőleg. Ez meg csak ott néz, rossz kutya. Ha nem hót meg, ha nem hót meg, nem baj, jövünk még egyszer, jó? Lőszer az van, oké, lőszer az van. Jillnek segítenek, Jillnek bazi nagy brutális kurva nagy puskái vannak már az elejétől kezdve, szóval innentől... Mit foglalkozzak én az ilyenekkel, mint lőszer, mit nekem te lőszer? Gyere. Hú, bazd meg, de jó vagy. Kés. Azaz. Védekeztünk. Na most jó. Vissza tudom szerezni? Ezt nem tudom visszaszerezni francba. Jó. Szóval igazából megúsztam és teljes mértékben jó vagyok. Ezt pedig visszatöltjük, mert hasznos. Úgyis lesz majd itt növény, szóval nem izgulok igazából azon, hogy kicsit kósebben vagyok. Na és itt akkor pedig szépen meg kell tekerni a... Annyira rá kell mászni pontosan, hogy véletlenül se csináljon mást. Tökéletes, szóval ezt meg kell tekerni a kurblit, és utána szépen ez így lejön nekünk. Hogy miért nem tudták egyébként az átvezető videókat, azon kívül, hogy kihúzták ugye a csíkokból 16-90 ezeket, miért nem tudták normálisan fölskálázni, arról fogalmam sincsen. Tehát, hogy
annyit melóztak vele, basszus, hogy újra textúrázzanak mindent az égvilágon. Mennyire lett volna bonyolult ezt még egyszer megcsinálni? Tehát feltételezem, megvolt nekik az eredeti anyag, tehát az eredeti forráskód, tehát én nem akarom elhinni, hogy ennyire nem foglalkoztak vele. Na mindegy. Ezt a részt, ezt gyűlölöm, de ez van. Jelenleg még jó vagyok. Na, amikor majd hullanak itt a jó kis izék, így jók, az a fasza. Mindig megharapják a seggemet. Le lehet lőni őket, félrejétes ne esik, le lehet lőni őket, szóval ez ilyen szempontból nem probléma, csak azért mégis kellemetlen. Ilyen kurva hollók vannak, az annyira nem jó, de nem zavarom köreiket. Később kutya lesz itt, szóval cserélgetik egymást az állatok, hogy milyen oknál fogva, azt nem tudom, de megvan, köszönjük. Állj, ne piros. Itt jönnek. Ott a kukuc. Itt még nem is vészes igazából, jó? Tehát ez, hogy amíg esnek le, addig nincsen vele probléma. Ugyanez, mint amikor a zombi az áll föl, addig nincsen vele gond. Oké, ez ugyanaz a koncepció igazából. Szóval nem fogunk tőlük hasra esni. Nem ezt akartam, köszönöm, ezt akartam. Egy ilyen növényt azt mindenképpen viszek magammal, mert miért ne vinnék magammal. Oda befele, gyerünk, köszönöm. Lizánál egyébként annyit, hogy egy apró info. Ha esetleg nem vagytok annyira biztosak magatokban, előfordulhat egyébként, hogy nem akartok szórakozni ezzel, hogy oda-vissza futkostok, hát ha sikerül elkerülni a csajt. Meg tudjátok csinálni azt, hogy normálon 2 nehezebb fokozatokon pedig 3 darab lövéssel össze-vissza rázza magát, és szépen el lehet futni mellette. Jó, ezt nyugodtan ki lehet használni. Tele vagyok már, basszus, mint a kötelező lenne. Na mindegy. Magnum az most nem fog kelleni. Krenk az nem fog kelleni. Shotgun az... azt viszünk magunkkal. Jó, a shotgun az egyetlen, amit viszünk magunkkal. Én pedig még a maradék lőszert azt kipakolom hozzá. Ha van egyáltalán, nem vagyok benne biztos. Ott van. Jó, fogom még kapni, úgyhogy ezzel nincsen probléma, ez van. Meg majd zöldövényt is. Próbálok minél kevesebb helyet tartani magamnál. De igazából a sárgál őszert fogok menet közben felszedni, szóval innentől kezdve teljes mértékben tök mindegy, hogy mit kapok föl, meg mit nem ezek közül. Na, itt viszont pauk. Jó, paukot nem szeretjük. A pauk az a baj. És az, hogyha leköp, akkor baszhatjuk. Na. Nem ezt akartam? Ezt akartam, köszönöm. Amíg ott marad, addig nincsen vele bajom. Mindegy, jó lesz ez így egyelőre. Maradj ott. Itt pedig rögtön, ugye ezért mondtam, a shotgun lőszer, az mindenképpen, valamint itt van egy first aid cucc, nem tudjuk, hogy mi van benne, ugye? Ez tényleg ilyen, mindig ilyen meglepetés, hogy mit tudom én, dupla növény, spré, transz tudja. Mindig más. Amíg egyébként a falon van a pók, addig nincsen vele probléma, tudja, hogy nem a falon lesz. De a falon van, tök jó! Nem köpsz, kicsi köcsög. Belefudott a marcad bele. Szóval azon gondolkodom, hogy éppensége most hány darab hely kell, nekem mindjárt kiderül. Jó, elvileg jó leszek így. Ez pedig azért kell, mert ott vannak ilyen mindenféle jó kis csápok, amik kimászkálnak onnan abból a lyukból, és nem szeretném, hogyha megcsápolnának. Azaz. Azon a lukon is egyébként, tehát ott el lehet közlekedni később, de itt viszont csapkodnak, és én nem szeretem a csapkodást. Gyerünk, azaz. Jó, jók vagyunk. Mondjuk, piros, jó, igazából el fog férni minden. Na itt pedig akkor megyünk először a 002-es szobába egy kicsikét hallgatózni. Stars. Don't be hard.
Na menjünk be, beszélgessünk azzal, aki bent van. Például Bari Aberi. Hosszú animáció, annyira izgulok miatta. Jill. Barry, I heard someone talking. Oh, you heard. I think age is starting to take its toll. Talking to myself is becoming a bad habit. Talking to yourself? You all right? What's gotten into you? I'm getting you worried, aren't I? But don't, I'm all right. I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Anyway, I think I'll go outside, get some fresh air for a change. Don't worry, I'm just going to get some fresh air. If I'm lucky, I'll get to waste some monsters along the way. Csak szerintem furcsa a Barry? Persze, hogy csak szerintem. Biztos, hogy csak szerintem. Na most itt igazából vannak ugye dolgok. Az összes fürdőszobában vannak dolgok. Itt először is itt a csap mellett a itt fönt a szekrényen van. Nem ott? Ott. Ezt tuti isten, hogy nem én csuktam be az ajtót, szóval ez... Anyád! Ne. Ez miért nem találtam, ezt nem tudom. Na most hál' Istennek innen soha nem fog kijutni. Bazd meg, és elkapott hátra. Ő innen soha többé nem fog kijönni, de hogy miért nem találta el, ezt nem értem. Na mindegy. Mindegy igazából. Innentől kezdve ez szabad préda, jó? Tehát Jillnek még ez is könnyebb bakker. Tehát Krisznek meg kellett küzdeni azzal, hogy itt volt basszus a kerdős közepén. Mondjuk én meg elkúrtam azzal, hogy megharapta a nyakamat, na mindegy. Ez van eszköz szeretni. Kurva zombia! Jó, van legalább kulcsom van. Hú, de szarul állok! Hú, de szarul állok! Nagyon elkapott. Nagyon elkapott a francba. Nem is értem, ez hogy sikerült, de mindegy. Nézzük, mi van a meglepetés csomagban, jó? Mi az, hogy nothing unusual? Nyisd már ki! Azaz. Jó, ez mondjuk pont nem érdekel, jó? Ezt mondjuk pont elébe leszarom. Így még nem jártam. Nem is értem. Tehát, hogy úgy látszik, hogy ajtó animációk közben nem lehet őket lőni. Nem értem a dolgot, de mindegy. Mindegy. Vannak nálam okosabb emberek, akik meg fogják mondani, de a komment szekcióban, hogy ez miért így volt, ugye? Biztos vagyok benne 100%-ig. Szóval először is... Ez így van, kuka, köszönöm. Itt is gyorsan körülnézünk, elvileg helyem az még van annyi. Mindjárt megnézem. Van, jó, bőven. Faszikám meg csak itt lóg, mint a muszáj volna. Ennyi oda. Azaz, köszönöm szépen. Pont leszarom, miért haltál meg, úgyni. Mennyi már ki... Köszönöm szépen. Itt is benézünk a slóziba, jó? Itt is benézünk a slóziba. Remélem, hogy jó ajtón mentem be. Vagy mindjárt fog derülni. Jó ajtón mentem be. Hogy mi volt az a hang, azt nem tudom, de mindegy. Ja, hogy ő volt! Pakker, ezt elfelejtettem, hogy föl kell, rohadt életbe. Mondjuk mindegy, mert ide soha többé nem jövünk, szóval innentől kezdve pont leszarom. Ennyi már ki. Igazából kettő dolog kellett nekem, minden tényleg ez a cucc, meg a self-defense gun. Ennyi. Ennyi összességében, jó? Tehát egy darab kulcs, meg a self-defense gun. Na most én gyorsan betolom ide a seggemet. Gyerünk. Úgy, né? Kicsit rendbeszedem magamat, így elintézem a toalettemet. Azt mondja, hogy... Őt összerakom egy pirossal, azt úgyis szedtem föl egyet, nem? Hogy ezt már összekombájnoltam valami mással? Azt már valami mással összeraktam, na mindegy igazából. Akkor őt pedig kirakom, és... A lóherét, ott van, ott van! Szóval van egy ilyen mérgezés és nátha elleni cuccom, ez egy ilyen tökre jó dolog. Ő jelenleg nem fog kelleni, semmi szükségem rá. Abszolút nem. Ő rá sem. Ő maradhat.
Ő nem kell. Egy darab ilyen izét azt kiveszek. Inkribont. Meg egy darab ilyen... Ne sprézzünk, hát a kapunk valami szebbet, hogyha nem sprézzünk, jó? Nem tudom egyébként, hogy kapunk-e valami pluszba, de ez így tökéletes megfelel nekem. És de hova mész? Igen, ezért mondtam, hogy precízebb az egyébként, hogy a tankirányítást használtok, de hát ez van, ezt kell szeretni, na mindegy. Szóval akkor mindjárt jövünk vissza.